Projektnyitó tájékoztatón jelentette be a város, hogy átalakul a szombathelyi piac. A terület és településfejlesztési operatív program keretében megjelent helyi gazdaságfejlesztés című pályázati konstrukcióban sikeresen pályázott Szombathely önkormányzata a vásárcsarnok felújítására. A 2017 óta tervezett munka március óta zajlik. A főbejáratot kissé odébb helyezik, ezzel együtt egy új funkciójú tér is kialakul. A cél, hogy az épület nyitva tartási idejét meghosszabbítsák. Ott is lesznek a főbejárattól közvetlenül elérhetően kis asztalok, ahol akár biopiaci jelleggel délután is lehet árusítani, nem csak a reggeli órákban. Ott még lesznek üzletek, lángosos, pecsenyesütő, kolbászsütő, tehát kialakulhat egy olyan hely, ahol bármikor be lehet térni, az előttem a busz megálló, bármikor be lehet oda menni. A felújítás az önkormányzat tulajdonát képező első és hátsó csarnokot is érinti. Ezt a két épületrészt most össze is kötik. Egyebek mellett az első csarnok tetejét szigetelik, könnyebb lesz a szellőztetés, javul az árnyékolás, korszerűsítik a világítást. Megújulnak az elavult vizes blokkok, és a piac hulladék gazdálkodása is átalakul, komposztálás, illetve szelektív gyűjtés várható. Mindez több pénzbe kerül, mint amennyit a régi pályázat nyújt. 1,6 milliárd forintos támogatást nyert el a város. Ez egyébként nem elég a projekt megvalósításához, ezért a város saját pénzéből, a szombathelyi adófizetők pénzéből több mint 354 millió forinttal még meg kellett, hogy támogassa ezt a projektet. A hátsó csarnokban is kicserélik a nyílászárókat, új belső üzleteket alakítanak ki, korszerűsítik a gépészetet. Az északi oldalon kialakítanak egy előtetőt, ezzel új kereskedelmi tereket hoznak létre. A felújítás a piac csökkentett, de folyamatos üzemelése mellett történik. Az építkezést várhatóan jövő áprilisra fejezik be, addig a városvezetés a környéken élők türelmét és megértését kéri. Megújult a Balassi Bálint utca, napokon belül elviszik ezeket az útakadályokat is. Az elmúlt másfél hónapban ide csak a lakók jöhettek be autóval, dupla felújítás zajlott. Összehangolva a vizes munkákat, az útépítési munkákkal, ugye először itt megtörtént a csatornarendszer cseréje, majd most utána ráhúztuk ezt az utat. Többen kerestek engem, kicsit aggódtak, hogy ez az út milyen minőségű lesz, ugyanis nagyon gyatra volt, és itt fáj az előző út minősége. Aztán utána beszélgettem az emberekkel, úgy éreztem, hogy megnyugodtak. A magasan fekvő út vízelvezető képességét csapadékos időben még megfigyelik, ezt ígérte a körzet képviselője. Sátori Károly elmondta, hogy a beruházás összköltsége mintegy 55 millió forint volt, ebből 10 millióba került az út, a többiből a csatornázást valósították meg. Mintegy 220 méter hosszan 400 milliméter átmérő szennyvízvezetéket fektettünk le, hozzátettünk durván 160 folyóméter bekötővezetéket, építettünk, most is látszik az építkezés utolsó fázisában, mintegy 9 darab tisztító aknát, és mintegy 11 darab víznyelőt. A Balassi utca után a Babits Mihály utca felújítása következik, de azt még nem lehet tudni, mikor kezdik a rossz állapotú út felújítását, illetve ezzel együtt a csatornázást. A szociális ágazatot ért igazságtalanságok ellen tartott fórumot Szombathelyen László Győző alpolgármester és Ungár Péter az LMP országgyűlési képviselője. A szektor dolgozóinak, köztük az idős gondozóknak, a gyermekvédelemben és a hajléktalan ellátásban feladatot teljesítőknek munkáját évtizedek óta nem becsülik meg kellőképpen. A politikusok szerint az utolsó csepp az volt, hogy a járvány alatt is a szeretteiket ápolók kimaradtak az egyszeri 500 000 forintos bérkiegészítésből. A nehézségeket a fórumon résztvevő csalódott szociális dolgozók személyes példáikkal támasztották alá. A beszélgetésen többen méltatták a szombathelyi városvezetés sikeres járványkezelését, kiemelten a védekezés gyors megszervezését és a maszkosztást.
Szombathely alpolgármestere szerint pártszínektől függetlenül az önkormányzatok jobban vizsgáztak, mint a kormányzat. Hozzátette, helyben kell megoldást találni azokra a kihívásokra, amelyeket nap mint nap megélünk, mert ha a kormányzathoz kerülnek az ügyek, csak még lassabbak és bürokratikusabbak lesznek. Megoldásként Ungár felhívta a figyelmet az LMP online petíciójára a szociális dolgozók béremeléséért. A Herényiekre jellemző vendégszeretettel fogadták a média munkatársait a nyári programokat bemutató sajtótájékoztatón a Herényiek házában. A 26 éve aktívan működő egyesületnek is kihívást jelentett a koronavírus járvány, de nem csak megbirkóztak a helyzettel, hanem még előnyükre is fordították azt. Ha nem jön a járványhelyzet, eszünkbe se jutott volna így gondolkodni. De ugye azt mondják, hogy minden rosszban van valami jó, ezért ennek örülünk, hogy a kreatív gondolatok előtérbe kerültek. A kedvelt kerékpár túrákat kölcsönözhető biciklikkel teszik vonzóbbá, és újabb programokkal bővül a kínálat. Minden pénteken lesz heti piac és borkóstoló egy kis irodalommal fűszerezve. Azt gondoltuk, hogy kicsit helybe hozzuk az ízeket, a gasztronómiai élményeket, és megpróbáljuk a helyi bortermelőket bemutatni, és a borkedvelőket is kicsit összekovácsolni egy közösségbe. A korábbi rendszeres foglalkozások igény szerinti tanfolyamokkal egészülnek ki. Amellett, hogy vannak rendszeres kis közösségi programjaink, mint például a ringató foglalkozás, vagy akár a Herényi Nyugdíjas Klub Herényi Nótakör, emellett újabbak is megjelentek, mint például a Kalliope Színházi Társulás. A Herényi Egyesület a szombathelyi civil élet egyik alappillére. Mottójuk, közösséget építünk, közösségre építünk. A Virágút most lett volna nagykorú, tehát több évtizedes múltra tekint vissza, és itt egy olyan egység kovácsolódott össze az évek folyamán, hogy ez megkerülhetetlen Szombathely civil életében. Az Egyesület Szombathelyt és az agglomerációt is megmozgatja. Szívesen csatlakoznak új kezdeményezésekhez is. Most induló Vigyázunk Együtt Szombathelyre szemlélet formáló program egyik alappillére a Fogadj Örökbe egy parkot program, és ehhez elsőként csatlakozott a Herényi Kulturális Egyesület. Mindemellett folytatódik az online tér erősítése arra az esetre, ha ismét ezen a felületen kellene eljutni a közösséghez. Sajtóreggelin mutatták be aktuális programjaikat a civilek. A veszélyhelyzet óta először indulnak újra a temetői séták. A zsidó temetőben július 16-án, 30-án és augusztus 6-án Mayer László levéltáros vezetésével tehetnek látogatást az érdeklődők. A most csütörtöki alkalomra már betelt a létszám, a többi időpontra regisztrálni kell e-mailben vagy telefonon. A Szent Márton temetőben Orbán Róbert vezeti a sétát. Július 24-én az 1920-as, 30-as évek sírköveinek szimbólumait mutatják be, szeptember 4-én fényképes sírköveket, 25-én a papok síremlékeit ismerhetik meg a látogatók, és októberben újra lesz minden szenteki kegyeleti séta. A program népszerű, mindig sokan csatlakoznak. Észrevettünk a Szent Márton temetőnél, hogy amióta a séták vannak, és amióta lehet ezt a családkutatási programot csinálni, azóta nagyon sokan kutatják azt, hogy esetleg ebben a temetőben van-e hozzátartozójuk. A Lét Szombathelyért Egyesület a zenei szubkultúrák támogatását tűzte ki célul. Mindenféle műfajban szerveznek koncerteket a végállomásban és a Bohémban, ahol elsősorban helyi zenekaroknak adnak fellépési lehetőséget. Aktuális programjaik megtalálhatók a Facebookon. Mindenféle műfajjal foglalkozunk, a lényeg az, hogy minél színesebb legyen a kínálat, és minden olyan stílust befogadunk, ami kevésbé ismert, vagy éppen már kifutóban van, úgymond. Lényeg az, hogy tényleg tartalmas és változatos szórakoztatás legyen. A Szabadidősportok Egyesülete Püspök Molnári egy régiós lövészversenyt ajánlott az újságírók figyelmébe. 2002-ben alakultak, több iskolában is szerveznek honvédelmi lövészoktatást. Július 25-i versenyüket felújított 8-állásos lőterükön szervezik meg két kis kaliberű fegyvernemben. A környező megyebeli lövészsporttal foglalkozó egyesületeket hívtuk. Azon túlmenően jöhetnek a civil szervezetek is, tehát ez 10 főben van meghatározva egy csapat.
Jó hír, hogy a Vas megyei civil közösségi szolgáltató központ podcast műsorokat indít, amelyek az Ankoron érhetők el. A tanácsadáshoz kapcsolódó az legyen jogéppen, vagy önkéntességhez kapcsolódó, vagy kommunikációs tanácsadáshoz kapcsolódó téma, hiszen ehhez kapcsolódóan vannak élőben való ügyfélfogadások is, és úgy gondoltuk, hogy a szakemberek megfelelő információval tudják ellátni a civileket ezekben a témákban úgy is, hogyha ő éppen nem tud bejönni hozzánk, hanem meghallgatja az ezzel kapcsolatos információkat. A Vigyázzunk Együtt Szombathelyre köztisztasági program keretében meghirdetett Fogadj örökbe egy parkot felhívást hamarosan megkapják a civil szervezetek is. Egyelőre felmérik, mennyire fogékonyak a kezdeményezésre. Nézd, és ő neki meg a farktól olyan rozsdabarna színű. Ő akkora rozsdafark. A városba már beköltözött madarakkal is megismerkedhettek a gyerekek a Szavária Múzeumban. A hétvégi múzeumi piknik volt az intézmény első rendezvénye a veszélyhelyzet óta. Az ötlet az onnan származott, hogy valahogy ki kell nyitni a múzeumot. A zárt térben nem fogadhatunk olyan sok látogatót, amikor ez a tervek megszülettek, és ki kell valahova vinni. Ugye adódott az, hogy akkor a múzeumnak a kertjébe kellene kivinni ezt a rendezvényt, egy olyan rendezvényt, amivel egy kicsit visszacsologatjuk a látogatóinkat. A rossz idő miatt a parkba tervezett rendezvény az épületbe költözött, de a gyerekeket ez cseppet sem zavarta. Nem csak a múzeumban őrzött preparátumokat csodálták meg, számos természettel kapcsolatos feladaton is törhették a fejüket. Lehet még ilyen madaras színezőket kipróbálni, madártollat, madárházikót, illetve ilyen játékos közmondásokat, amik madarakhoz köthetők, azokat kell behelyettesíteni, hogy fölismerik-e, hogy melyik madár illik ebbe a közmondásba kép alapján, tehát nem is, hogy szöveget kell szóba kiegészíteni, ami egy kis madárfelismerést belecsempésztünk igazából. Egész délután tele voltak a múzeum folyosói. Voltak, akik a kékfestéssel ismerkedtek, vagy memóriajátékot játszottak, de sokak fantáziáját megmozgatta a különleges 3D-toll is, amivel egyáltalán nem volt könnyű rajzolni. Nagyon nehéz irányítani is, meg különben a toll viszi magát, meg különben nehéz a formákat csinálni. És te mit szeretnél belőle készíteni? Még én se tudom. Voltak, akik szinte mindent kipróbáltak. Megnéztük a bábszínházat, ott lent játszottunk, oda mentünk hátra, és utána meg csináltunk ilyen kézműves dolgokat. És mi készül most? Most éppen mivel foglalkozol? Ilyen madárkák, madárházzal próbálom kivágni így. Egy kis madárház, és kivágom a madarakat. Szép kis madárkákat anyukámnak. Mindig nyomon követjük a szombathelyi lehetőségeket, és most is úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon tartalmas program. 3 gyerkőccel jöttem, jó magam is óvodapedagógus vagyok, tehát nyitott vagyok mindenféle ilyen kulturális programra. A felnőttek is találtak elfoglaltságot. A díszteremben előadásokat hallgathattak meg előbb az egykori szombathelyi helyőrség katonái és a civilek közötti konfliktusokról, majd arról, hogyan látják a laikusok a rovarászokat. Végül a legfrissebb régészeti kutatásokról és az ízeum kincseiről esett szó. Nagy volt a nyüzsgés a kőtárban is, ahol logikai játékok és zenei produkciók szórakoztatták a múzeumba visszatért látogatókat. Egy 14,5 tonnás autóbusz elhúzásával készült a Magyar Erősportliga versenysorozatára a szombathelyi Gadó András. A Euro One Strongman Championship 2020 első állomásának a hétvégén a celldömölki vulkánfürdő adott otthont. A versenyszámok között a kamion elhúzás, a zsákpakolás, a röntnyomás és az autótartás is szerepelt. A lengyel és szlovák riválisokat is felvonultató versenyen Gadó András végül a 6. helyen végzett a 12 fős mezőnyben, és 29 pontot visz tovább a következő fordulóra. A versenyzők dolgát az zord időjárási körülmények is nehezítették. Egy picivel előrébb számítottam, de nem vagyok elégedetlen, hisz ez így az összpontszám tekintetében egy egész jó pontot tudok továbbvinni a következő fordulóra, és kicsit a melegebb lett volna, azt gondolom ez jobb lett volna, mert hideg ízületekkel, izmokkal egyszerűen neki esetleknek a nagy súlyoknak nem ugyanaz, ugye, mint edzéssel, amikor rá tudunk melegíteni az adott gyakorlat csúszterhelésére, de ez a verseny az meg az edzés, ezzel nem kell foglalkozni, itt azt kell nyújtani, ami ahhoz kell alkalmazkodni, ami jelenleg van. A Euro One Strongman Championship következő versenyét augusztus 1-én Balatonszemesen rendezik. Kicsit sóbb
jellegű verseny lesz, és látványos, hogy a vízbe is fogunk csinálni versenyszámokat, ami még jobban a hangulatát emeli a versenyszínvonalnak, úgyhogy oda is várunk mindenkit. A nemzetközi versenysorozat harmadik és egyben utolsó döntő állomását szeptemberben a második Szavária kupa keretein belül rendezik.